Gál Géza együttese egy szerzett ponttal kezdte a tavaszt, most pedig már 14 egységnél tart a gárda. Egyedül a bajnoki éllovas Kalocsa otthonában volt kénytelen fejet hajtani a bajai csapat, a többi mérkőzését megnyerte a KSE. Olyan bravúrok is a mieink nevéhez fűződnek, mint a dobogós Komló, vagy éppen a Siklós otthonában aratott győzelem. A felkészülési időszak nagyon jó volt, nagyon hasznos mérkőzéseket tudtunk játszani ezen a tornán, és hát tudtunk egy rutinos játékost igazolni, aki nagyon sokat hozzátesz a játékhoz, valamint két fiatal játékos is csatlakozott még a kerethez. Hát összeérett a csapat, csapatként működik, tényleg nagy betűs csapatként működünk. A klub vezetése természetesen nem volt elégedett az ősszel mutatott játékkal és az egyetlen megszerzett ponttal. A fejlődés érdekében játékosokat igazoltak, akik remek választásnak bizonyultak. A cél 10 pont megszerzése volt tavasszal, amit jó néhány fordulóval a vége előtt már teljesített a gárda. Szoktuk mondani, van egy olyan magyar közmondás, hogy evés közben jön meg az étvágy. Tavaszi forduló eredményei alapján eddig, hogyha egy ilyen képzeletbeli tabellát elkészítünk, akkor a csapatunk jelenleg a második helyen van, és a fiúk most már presztízs kérdést csinálnak abból, hogy ez a második hely lehetőleg meg is maradjon. A vezetés már a következő bajnokságra is gondol, ennek érdekében meg is kezdték a tárgyalásokat a játékosokkal. A vajdasági különítmény már szóban jelezte is, hogy valamennyien baján képzelik el a folytatást. Az ünnepi hétvégén nem lép pályára a csapat, a locsolkodást követően majd április 22-én a sereghajtó Szigetvár látogat a Dr. Posta Sándor sportcsarnokba.